Újabb, nem éppen hagyományos rock musicallel gazdagodott a hazai repertoár. Posgai Zsolt ismert színházi rendezőnek az Omega együttes zenéje iránti tisztelete volt a kiinduló alap. Aki írt egy 21. századi tündérmesés történetet, majd felkérte a musicalben jártas Experience produkciót, hogy elsősorban táncosaival jelenítsék meg a történetet, és mindez az Omega régi és újkori maradandó, illetve nagyívű slágerei szolgáljanak zenei hangulati alátestés. A produkció Gyöngyhajulány címmel abszolút sikeres és közönségvonzó vállalkozás, amely a héten eljött Szekszárdra is. Inkább táncmusicalnek lehetne hívni. A története az valóban nem kifejezett musical történet, hiszen egy 18 éves lány és csalódásáról szól egy idősebb férfi irán, és ez ennek való feldolgozásáról megjelennek benne a Balaton tündérei, különböző manók, különböző lények, tehát meseszerű, csak felnőtt mese. Már megint nem veszi föl, vagy kinyomja. Miért vele furcsa? Folyton ezt csinálja. Ha egyszer éjjel valahol infarktusban összeesnék, és a segítségét akarnál kérni, akkor se venné föl. Ott rohanhatni meg a kövön. Engem is hívhatsz. Ez nem jutott eszedbe? Ez nem. Hol a francba lehet? Nem érdekel! Meglehetősen szemét voltál vele! Én? Hetek egy 30 évvel idősebb fószerra! Semmi nem volt köztük. Semmi? Megszökik? Össze-vissza hazudozik? Aztán kiderül, hogy a pasas legyenes jófokra szállal. Ez neked semmi. A gazdag pasas persze lelép, a lány ott marad egy fillér nélkül a Balaton partján, ám a további morális züléstől végül is a jó emberek formájában megjelenő balatoni égi természeti jelenségek megmentik a lányt, ám életre szóló nyoma, mint utólag kiderült, azért lesz a kalandnak. Az Omega dalai általában elég költői szövegűek, tehát itt nem lehet egyszerű történetekkel kombinálni. Itt inkább valamiféle abszurd, valóságtól elrugaszkodott kis mesét kellett írni a dalokra. Az egyik főszereplő a cirka 3-4 közül Fésűs Nelli, aki az egyik ismert, talán legfoglalkoztatottabb musical színésznek számít. Az anyuka szerepét alakította, és hangját kiengedve új élményt adott az Omega számokat kedvelő publikumnak. Minden szerep más, mindegyiket másként kell csinálni, úgyhogy ez egy teljesen új feladat volt, igen. Az eddás Gömöri Zsolt, aki éveken át az Omega másodbillentyűseként is működött, áthangszerelte musicalre az Omega dalokat, Fésűs Nelli már ezekhez adaptálta a hangját. A Kóbor János egy bariton hang, én pedig egy mezzó hang vagyok. Tehát ezt női hangra hát kellett transponálni. Egyetlen dal sem olyan, mint az eredeti Omega, mindegyiknek más hangszerek szólalnak, meg másként van hangszerelve. Kicsit hozzálettéve, hogy hosszabb legyen a táncosok és a koreográfia miatt, úgyhogy egyik dal sem. Minden dal ugyanaz, és egyik sem az. Jól esett Nellinek, hogy mint tévejgő pinilány anyukája, ő kapta a musical címadó dalát, a Gyöngyhajú lányt, ami a darab végén csendül fel. Hát a legfontosabb az, hogy a címadó dalt én éneklem, tehát a Gyöngyhajú lány című dalt, ezt az anya énekli a darabban, úgyhogy az egy nagyon szép rész szerintem. Egyébként a Gyöngyhajú lány olyan fajta relációban tűnik föl, nem úgy, ahogy ezt a kóborféle dalokban megszoktuk. Itt egyrészt nő énekli, ma este Fésűs Nelli, és ez egy meg nem született gyermek utáni emlékezésről szól, egy abortusz utáni emlékezésről, ilyen egyszerű. Hát a gyöngyhajú lány az tulajdonképpen egy fájdalom egy nő életében. Mi a megoldás a végén? Úgy könyvzaskós nosztalgiázás is van? Megoldás mindannyiunknak van, mindannyian átérünk egy ilyen korszakot, mindannyian átérünk egy ilyen éjszakát, aztán jönnek barátok, ismerősök, rokonok, egy újabb szerelem, ami feletteti velünk ezt, 18 évesen még elég jól gyógyulnak a sebek, azt hiszem. Jönnek, itt együtt megtalál.